Sziasztok! Tudjátok, a tészta akkor sós tészta, és remélem a helyes tészta főzésről már senkinek nem kell beszámolnom, hiszen lobogó sós víz és 8 perc. Jó? Ez vonatkozik erre a csavartésztára is, amiből a mai fogás készül. Ez nem lesz más, mint a rakott zöldbab bacon karácsonyfával. A csavartésztát, illetve hát rendes nevén orsót lecsöpögtetjük, picit félreteszem, és azért fogtam fel a vizet, mert a vízre is, a főzővízre is szükségem van. Ó, hogy magyarázok, mint egy olasz. Szóval, akkor, alóra. Na, kell hozzá 2 csomag, azaz 900 g mirelit zöldbab. Egy kis tejföl, 900 g darált hús, tehát majdnem 1 kiló, rengeteg petrezselyem, bacon, és 3 tojás sárgája, 2 egész tojás, jó? Mindegyiknek meg lesz a maga-maga szerepe. Na de akkor menjünk sorba. Először is a húst beletesszük egy serpenyőbe, és elkezdjük kipirítani. Amíg a hús pirul, addig előkészítem a hagymát, néha kicsit belekavarok a húsba is, hogy jobban szét tudjon esni. Így, egy kis hagyma, amit vékony csíkokra vágok. Lehet vörös hagyma is, csak most volt itthon. Egy kis új hagyma, és szeretem nagyon a végét az ilyen ragukba bele rakni, pláne azért, mert ez is jó zöld, és hát a zöldbab is zöld, a petrezselyem zöld, illetve ugye karácsonykor a karácsonyfa is zöld. Mert hogy a karácsonyra készülök, én is jó magam is itt a konyhába, de azért a család még eszik minden este, úgyhogy ma ez lesz például a vacsora. Ha tetszik, ha nem. Mert ugye drága látós fiaim, akit ugye joggal hívok néha raptoroknak, ugye nem nagyon szeretik a zöldbabot, ma viszont kénytelen lesznek megenni, ugyanis edzésről fognak jönni, és akkor mindent meg lehet etetni velük. Ez is egy ilyen szülői praktika. Akkor kell a brokkolit benyomni, amikor a legéhesebbek. Nyomok bele egy kis fokhagymát, tehát 2 gereszt fokhagyma, vékony szeletekre vágva. Ez a következő, ami belekerül, ott meg kicsit így átvágom, aztán jöhet bele, így. Csak így nagyobb darabokba. A húst egyébként nem kell teljesen átpirítani, hanem amikor már egy picit így elkezd barnulni, de még szaftos, akkor érdemes félrehúzni, vagy lekapcsolni alatta a lángot, így. Kicsit még egyszer átkavarni, és úgy hagyni. Az elején felfogott tésztavizet most átöntöm egy kannába. Kijönnő kannába, így, mert azt mondtam, hogy erre is szükség van. Szükség azért van rá, mert ugye benne van a keményítő, aminek nagy hasznát fogjuk venni akkor, hogyha szószt akarunk készíteni, és azt akarjuk, hogy egy ilyen kis sűrű, tocsogó szósz vegye körbe a húst és a babot is. Na, hát nem beszélve a tésztáról. Jó, a tésztát én most is szépen visszaöntöm. Akkor most jöhet hozzá a 3 tojás sárgája. Jöhet hozzá 2 nagy, hát ez inkább 3 evőkanál tejfölnek felel meg, bár 2, de ez így értek el 3. Jöhet hozzá egy kis só. Így. Most jön hozzá körülbelül 1 deci tészta főzővíz. Na most, a tojás sárgája fogja majd meg ezt a szószt a tejföllel, és nagyon ízes lesz, hogyha összesül vele. Jó, el van keverve, félre rakjuk. Akkor nézzük a húsos alapunkat. Ugye, azt mondtam, hogy ha félre húzzuk, vagy leállítjuk alatta az energiát, akkor a hús magától hát nem fog megfőni, de így átpárolódik. Kicsit még elkeverjük, meg itt-ott-ott még kilógott, úgyhogy van még benne annyi hő. Viszont ilyenkor kell hozzáadnunk a 3 vagy 2 egész tojást. Így. Adok hozzá még egy kis törött borsot. Így fokhagymával benne van, annak rendkívül jó illata van, úgyhogy az egészet elkeverem. Ilyenkor a húson, a langyos húson a tojás csak elolvad, nem fog megsülni, nem lesz belőle rántotta, nem kell félni, viszont ettől lesz az, hogy a hús össze tud sülni a tésztával, mert a tojás lesz a ragasztó.
a tepsi aljába jön egy kis olaj. Ez most szőlőmagolaj, de lehet természetesen napraforgó is. Jó? Kicsit elmozgatjuk. Jöhet bele a morzsa. Ezt én ilyenkor jó bőven szoktam a baba alá tenni, vagy az ilyen rakott cucca alá tenni. És akkor nem a hússal kezdünk, hanem a tésztával, mert ugye ebbe is van tojás, és a tészta felét hozzázúzzuk így. Ez az, ettől nem fog kiszáradni, mert látjátok, jó szaftos. Jó, és ez lesz az, ami majd a babot is szépen összefogja vele. Így. Jó, megrétegeztem. És akkor jöhet rá a hús. Húsnak ugye a fele. Ebbe is benne van a zöld. Na, merre valaki azt mondani, hogy nem karácsonyi. Így, elhúzom. Az a lényeg, hogy jó vastag legyen. Így. Erre jön rá többi tészta. Így. Kicsit meg ütögetjük. Így. És jöhet rá a maradék hús. Így. Ezt már csak a tejföllel fogjuk nyakon önteni, vagy beborítani. Méghozzá úgy, hogy a tejfölt, a maradék tejfölt, ugye ez összesen 3,5 deci tejföl volt, tehát igen sok, kikeverem két egész tojással, és azt öntöm a tetejére. Haverőre váltottam azért, hogy jobban ki tudjam keverni, és egy pici főzővizet ide is használok, jó? Hogy szép ilyen folyós legyen, hogy jobban terüljön el. Aztán a tojás meg fogja fogni a tetején, csak azt akarom, hogy szépen elterüljön. Na, úgyhogy akkor jön, közepén elkezdem, és akkor így. Jó, még egyszer átsimítom, és kicsit lelapogatom, és akkor jöhet a legizgalmasabb része, a békön karácsonyfa. Hogyan is készítjük el a tetejére? Nagyon egyszerű, elkezdjük kirakni a karácsonyfát. És az utolsó simítás még itt a oszlopnál, így. Na, hát ki is adta a karácsonyfát. Igazából nem békön, hanem ez kolozsvári szalona, csak vékony csíkokra vágva. Úgyhogy így kerül most a sütőbe. 180 fok, légkeveréses funkció, alsó rátszint és 45 perc. Hát akkor ezennel kisült a karácsonyfa kolozsvári szalonnából. Hát íme, így fog kinézni. Ezzel a kis karácsonyfával csak fel szeretném hívni arra figyelmet, hogy érdemes már karácsonyi hangulatba kerülni, ugyanis közeledik a jeles ünnep. És ne felejtsétek el, a lázárséghu nem csak karácsonyi recept ötleteket találtok, hanem ajándék ötleteket is. Úgyhogy látogassatok el a lazarshe.hu weboldalra, és nézzétek meg a webshopomat. Sziasztok!